A hallgatóknak nagy segítséget jelent a jogász ösztöndíj. Megkönnyíti a mindennapi életet és lehetőséget ad arra, hogy szakmailag továbbfejlesszék magukat. Mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek kétnyelvű jogászok, hogy azoknak az érdekeit is képviselni tudjuk, akiknek magyar az anyanyelvük, hogy nyugodtan bírjanak anyanyelvükön segítségért, jogi tanácsadásért fordulni hozzánk. Fontos a jogász ösztöndíj program, mert a közigazgatásban és a közintézményeken belül jogász hiány van, hangzott el az eseményen. Ezzel is szeretnénk ösztönözni azt, hogy minél többen válasszák ezt a pályát és maradjanak itthon. Nagyon fontos ez a program, hiszen most ugye 29-en vannak az első és a második évfolyamon fiatalok, akik már ilyen támogatásban részesülnek, ez évi 1 millió forintot jelent. Nagyon fontos, hogy a jövő minél több jogász, ügyész, bíró legyen, aki magyar nyelvet is beszél, és a kisebbséghez tartozik, mondta házigazdaként dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Nagyon kevés a magyar bíró és államügyész Szerbiában, ezen a helyzeten szeretnének változtatni. Ez ahhoz kell, hogy vezessen középtávon, hogy 6-7-8 év múlva legyenek újra nagyobb számban vajdasági magyar bírák, illetve államügyészek a szerbiai igazságszolgáltatás keretein belül. A vajdasági magyarok is ennek az országnak az adófizetői, ezért jogos az elvárás, hogy legyenek magyar bírók, ügyészek és más állami hivatalokban is munkahelyhez tudjanak jutni. A 90-es évekig teljesen normális volt, hogy magyar nyelven is folytak bírósági tárgyalások, tette hozzá a VKT elnöke. A jogász segítségére van a jogkereső állampolgároknak, mondta előadásában Trócsányi László, Magyarország korábbi igazságügyi minisztere. Én azt gondolom, hogy az, hogy itt a délvidéken, a Vajdaságban egy kiművelt, jó jogászok legyenek, ez rendkívül fontos ennek a térségnek, az itt élő magyar polgároknak a számára, akikhez el tudnak menni, tanácsot tudnak kérni, vállalatokat tudnak kapni. Sorolom az, amit korábban is mondtam, tehát egy olyan hivatásról van szó, aminek értéke van, és ezért mi fontosnak tartjuk, hogy támogassuk azokat, akik itt jogi pályát választanak. Trócsányi László előadásában arról is beszélt, hogy a különböző országok nemzeti jogrendszerei, valamint az uniós jog között vajon mennyire van meg az összhang.